Sziasztok, Csonka András vagyok, színész, énekes, műsorvezető, választatok, amelyik tetszik. A lényeg az, hogy ma képzeljétek el, akár hiszitek, akár nem, a Street Kitchenben fogok főzni, mégpedig egy fantasztikus finomságot, az egyetlen dolgot, amit meg tudok csinálni, a stírjaimet éltet. Hát senki ne lepődjön meg, itt vagyok a konyhapult mögött, kicsit ideges vagyok, hát tudom, hogy volt konyhafőnök VIP-nek, van most már séf meg a többiek is, de hát azért mégiscsak tudom, a Csonkicsön bénázott, a séf meg a többiekben brillírozok, mint filéző séf, de ez most teljesen mindegy, itt is olyan desszertet hoztam nektek ajándékba ma, amiről már sokat hallottatok, legalábbis tőlem, mert erőltettem a konyhafőnök VIP-ban, ez a stírjaimet élt. Ez egy olyan desszert, amit gimnazista korom óta tudok csinálni, és most már szakácskönyv sem kell hozzá, hogy elkészítsem. A bemutatkozó ételem is ez volt a konyhafőnök VIP-ban, és aztán szerettem volna ezen a technológián alapulva sok mindent csinálni, és Földörz Zének köszönhetően ez egy idő után már nem ment, mert megtiltotta ő is, hogy bármi legyen, bárminek köze legyen itt a stírjai betélthez. Úgyhogy most végre szabadon garázdálkodhatok, és az autentikus stírjaimet éltet fogom elkészíteni. Szerintem nem fogtok csalódni benne. Itt ez a csodálatos tál. Ebbe ugye a tésztához össze kell verjük azokat az alapanyagokat, ami szükséges. Tehát a fél kiló túrót, a 16 daga lisztet, a két tojás sárgáját, a két csapott evőkanál vaníliás cukrot és egy csipetnyi sót. Teljesen egyszerű, naturális eszközökkel dolgozom. Miután soha nem volt otthon ilyen nagy keverőgépem, nem is szorulok rá, ezt szoktam mondani, én kézzel csinálok mindent, tehát minden szépen úgy, ahogy érzem. Ilyenkor nem jó dolog telefont fogadni, tehát mondjuk TV távkapcsoló után nyúlni, telefonálni, tehát ez nem annyira szerencsés, mert ugye hát ez így nagyon nehéz. Természetesen elfelejtettem közben, miért ne felejtsek el valamit, hogy közben, amíg ez készül, addig fel lehet tenni a vizet forralni, úgyis olyan sok víz kell, hogy azt mondjuk, hát igazából azért kell egy kis idő neki. Természetesen ugye most megint itt van a hülyeség, a botrány, hogy akkor ezt nem tudom. Tévedtem az előbb, azt mondtam, hogy csak telefonálni nem tudtok, és mondjuk tévétávkapcsolót macerálni ilyen kézzel, na, de hát az indukciós tűzhelyet sem tudom begyújtani. Segítség! Könyörgöm a stábtagjai közül, valaki szálljon már meg, és jöjjön be, mert fogalmam nincs, hogy kell ezt így begyújtani, és akkor legalább nem én égek ezzel. Úgy van, csodálatos, köszönöm. Adjál neki apukám, vidd a maximumra, mindegy, most teljesen ide rakjuk? Mondjuk rakjuk ide, hogy látszódjon. Jó. Hát akkor tulajdonképpen egész jól összeállt ez a kis tésztánk. Most annyi a feladat, hogy természetesen a mocskos kezemmel, hát nehéz lesz. És kiteszem ide a deszkára a kis tésztánkat, ami még egyelőre ugye nincs kinyújtva, és egy picit még azért adok neki egy kis lisztet, hogy mindenféleképpen, amikor majd főzzük, akkor ne essen szét darabokra. A nyújtás nem lesz túl komplikált, mert én úgy szeretem, hogyha új nyivastag. Azt nem mondom, hogy most nézzük meg ezt a tésztát azért, tehát nem szégyellem, hogy ilyen, nem tudom, milyennek kéne lenni. Van ment egy kis térkép. Magyarország vízrajza, tehát a tojás az nem feltétlenül dolgozódott el, de ennek teljes semmi jelentősége nincs, amikor esszük, akkor már úgysem érezzük ezeket a kis apró hülyeségeket, úgyhogy ne izguljatok. Na, ez szerintem jó, ez nekem bőven elég, fölvágom a kis téglalapocskákra, és kész. Hát a tésztán nyugodtan pihenhet, ameddig akarjuk, teljesen mindegy, most hátra teszem. Ez nem kell tésztának, mindegy, mennyi ideig van ott. És akkor most következik a második fázis. Az úgynevezett szósz, két vagy három, hogy legyen három tojás sárgája, 5 deka, nagyjából 5 deka, 5-től 10 dekáig változtatható vaj, reszelt citromhéj, nagyjából ez is nekem 6 pohár, de valakinek elég 4 pohár is, 6 pohár tejfölt szoktam beletenni, 2 kanál vaníliás cukrot, egy pici só mehet. Úgy érzem, hogy ezt megfelelően összekevertem. Végén az összes eddigi tojásunknak a fehérjét összegyűjtöttük egy tálba, azt felverjük, és azt szépen óvatosan belekeverjük ebbe a kis szószba. Miután bugyog a víz, gyorsan felpakolgatjuk a kis tésztáinkat. A tésztát belehelyezzük arányosan elosztva, aztán majd még keverhetünk rajta. Úgy kevergetjük el, hogy egyrészt mindenhova jusson, és lehetőleg a szósz kerüljön felülre. Egyelőre így néz ki a stírjaimet, mert már most sem rossz, ugye? Úgyhogy a 180 fokra előmelegített sütőbe szépen bepakoljuk, és közben folyamatosan figyeljük majd, ugyanis nem kell megsúlni, nem kell szénni égnie. Ne haragudjatok, nem bírtam tovább várni, isteni az a stírjaimet élt, ahogy én csinálom. Hogyha tetszett, mindenképpen készítsétek el, de hogyha még klasszabb receptekre vagytok kíváncsiak, akkor mindenképpen kövessétek a Street Kitchen videóit a YouTube-on, a Facebookon, Instagramon és a TikTokon. Sziasztok!